van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is. 1954-ben ezen a napon született Stieg Larsson, fantasztikus író, újságíró, svéd aktivista, aki nagyon fiatalon, 50 éves korában, 2004-ben hunyt el szívinfarktusban. És az egyik Millás reggeli idézet, amit lehet, hogy többször hallottatok, az az ő egyik krimiéből van, a Millennium trilógiából. A barátság két dolgon alapul: tiszteleten és bizalmon. Mindkettőre szükség van, mindkét félnél. Tisztelhetünk valakit, ám ha nincs meg a bizalom a másik iránt, úgy szétforgácsolódik a barátság. Nagyjából rímel az előző blogban elhangzottakra, és akár gondolhatunk a V4-ekre érdekes módon, úgyhogy hát nem egy óriási mondat, de úgy látszik, időről időre ezeket így meg kell ismételni, hogy ezt mindenki megértse. Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. Hát ez meg mi? Jé, egy okos morzsa. Az okos morzsák támogatója a Surgeon ZRT, az önműködő kis- és középvállalatok cégépítő partnere. Sok vállalkozás tulajdonosa még évtizedek után is napi 12 órát dolgozik, pedig a szintlépéshez, további növekedéshez, hatékony, profitábilis működéshez már egy jól felépített vezetői csapat kellene, hogy irányítsa a céget, ahol mindenki egy közösen megfogalmazott cél érdekében dolgozik. Az okos morzsák támogatója a Surgeon ZRT, az önműködő kis- és középvállalatok cégépítő partnere. Surgeon ZRT.